nehéz az Áriánát leírni, nehéz elképzelni, hogy valami ekkora megélés, valami ilyen szintű, mélységű és intenzitású megélés, így ezekből a hangszerekből, ezen a módon így ki tud jönni. Tehát az az igazság, hogy az Áriám az a költészetnek, meg a zenei ihletettségnek a csodája. A zenei ihletettség az ebből a csávóból származik, aki a gitáron játszik, és a költészet pedig ebből a csávóból, aki énekel. És így igazából... És a basszusgitáros, amikor énekel, egy tipikusan ilyen második szólamokat, az meg még nagyon feldobja. Basszusgitárosnak akkora hangja van, meg akkora tehetsége van egyébként, hogy egy szóló karrierbe is kezdhetett volna, de meg volt benne az a lázat, hogy tisztában legyen azzal, hogy mekkora lehetőség az ő számára, hogy az Áriánban játszik. És a saját tehetségét alárendelte mindvégig ennek a két frontembernek, akik... Hát a gitáros nem is igazi frontember. Nem az az alkat. Igen, csak valójában ő a dalszerző, ő a dalszerző. De nem frontember. Igen. Az érdekes, hogy a dobos milyen szerepet fog kapni a későbbiekben. De erről most még nincsen szó. Majd lesz. Igen, elmesélem azt, hogy én kezdetben, vagy régen, nagyon-nagyon nem szerettem egyébként az Áriemet, mert nekem az Áriem úgy nagyjából három dolgot jelentett, vagy ilyen zenebona, ilyen shiny happy people, vagy ultra nyálasság, everybody hurts, vagy pedig ilyen MTV szuperhit, tehát losing my religion. Na most a zenebona, a nyálasság, az MTV szuperhit, hát egyik sem az, ami igazából közel áll hozzám. Aztán sokkal később aztán rájöttem, hogy mennyire egy jó zenekar. Ezt most azért mondtam el szándékosan, hogyha valaki szenvedett ettől a három problémától, vagy ennek bármelyikétől, az legyen tisztában az, hogy van kezelés, más számokat is meg kell hallgatni. Igyekszünk most terápiát biztosítani számukra. A következő számot azt a Geri kérte, az a Green című lemezről való. Egyébként az Out of Time című lemez volt az, amivel az Áriem betört Európába. Tehát mondjuk át tudott hatolni az Atlanti óceánon. Az Out of Time című lemez volt az, ami tényleg globális siker lett. És egyébként senki nem tudja, még a memetikusok sem, tehát még a mémekkel foglalkozó tudósok sem, hogy miért az a lemez volt az, ami átütött. Simán átütetett volna az egyen az előtti, vagyis a Green című lemez, ami szerintem a legjobb lemezük valaha, de átüthetett volna az egyen az utáni lemez, ami az Automatic for the People, ami meg a legtöbb kritikus szerint a legjobb lemezük valaha. De nem, mert a kettő közötti lemez ütött át, és nem senki nem érti. De egyébként senki. Az logikus, hogy miért nem az utána jövő, mert hogyha már az előző átütött, akkor nem tud az. Ahhoz azt kell volna, hogy az előző nem üssön át. Lehet, hogy te az időre egy más síkon tekintesz, többségünk számára egy előre felé korig, tehát mi van, okozati dolgok nem megcserélhetőek. De én értem, de mi van akkor, hogyha megcseréljük őket? Tehát mi van akkor, hogyha egy előadónak mondjuk abban az időpillanatban, mondjuk 91-ben, amikor megjelent az Out of Time, akkor az Automatic for the People jelent volna meg, ami egyébként 93-ban jelent meg, és az Out of Time-ot dobták volna a piacra 93-ban. Akkor a DeLorean, amiket fel kell újra tölteni, a fluxus kondenzátorokat, és akkor viszont így rendezni. De azért bele tudunk gondolni, tehát azért annyi elég hozzá, hogy így tudjunk írni egy olyan szifit, amiben fluxus kondenzátorokat kell feltölteni ehhez. A lényeg mégis az, hogy az Out of Time című lemez volt az, ami átütött. És ami egyébként az azt megelőző lemezen, a Green című lemezen, ahol már túlléptek a korai korszakukon, hogy a korai korszakuknak a végén ők készítettek egy best-of-ot. És azután adták ki a Green-t. A best-of-on gyakorlatilag egy sincs rajta a legjobb számai közül, mert kicsit tudod. De minden esetre ők azzal a best-of-val próbálták lezárni az első nagy korszakukat, ami tényleg a
amerikai középnyugathoz, vagy észak-középnyugathoz tartozik. Például az All the Right Friends, az például én tök szeretem, azt szerintem azon a best topon rajta van. Millió zseniális szám van rajta azon a best topon. Az az igazság, hogy Magyarországon, aki szereti az R.E.M.-et, már nem vagyunk sokan, azok visszamenőleg ismerték meg az R.E.M.-et. Tehát megismerték az Out of Time című lemezt, tehát először megismerték a Losing My Religion. Azután megismerték az Out of Time című lemezt, azután megismerték visszamenőleg a korábbi lemezeket. Azután majd a Losing My Religion megpróbálták elfelejteni. Igen, majd pedig elkezdték követni az Automatic for the People-lel, meg az azt követő lemezekkel, a Monster és egyéb lemezekkel az életművet. Tehát elkezdték így visszamenőleg felépíteni magukban az R.E.M.-et addig, amíg megismerték meg, aztán azt követően. Én is ilyen vagyok, tehát én is ez a nemzedékhez tartozom. És így imádom a korábbi R.E.M.-et, amit az előtt hallottatok, de az az igazság, hogy az R.E.M. életműve most, hogy így megpróbálom a vasfüggöny fölé emelkedve szemlélni az egészet, ami kurva nehéz. Mert hogy így utólag kellett megismernem, de hogy így megpróbálom így szemlélni, azt látom, hogy így van egy valódi íve. És ezt az bizonyítja, hogy az R.E.M. már a föloszlott. Tehát már lezárták ezt az életművet, nem? Tehát így nem ragadtak úgy bele, mint a YouTube, hogyha már így a YouTube-t említjük, amiről már korábban is szó volt. Az R.E.M. az ténylegesen leírt egy ívet, és az R.E.M. az ténylegesen nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból egyedülálló, de erre majd még a későbbiekben kitérünk, most következik az a szám. Csak egy gondolat, én megpróbálok leírni most 10 évet úgy, hogy valahogy a Losing My Religion ne halljam, és akkor szerintem, ha majd akkor meg tudom hallgatni, akkor aztán újra egy nagyon jó számot fogok tudni hallani. Már az volt az első R.E.M., amit mindenki szeretett. Mindenki az első. Mindenki számára az első R.E.M. a Losing My Religion volt. Nagyon is R.E.M. Halljuk, tehát álljon fel az illető, aki ezt kérdezte most, és mondja, hogy az ő melyik lehet, hogy nagyon fiatal, és ő egyszerűen csak azt kérdezi, hogy honnan tudom. Hát onnan tudom, hogy előtte a Vörös Hadsereg állomásozott ebben az országban, és előtte ebben az országban amerikai középnyugati zenék nem nagyon jutottak be. A Falkó az esetleg az meg lehetett hallgatni, de az R.E.M. ez kurvára nem jutottunk hozzá. Az első lemez, amit ő kiadtak 91-ben, az így áttört. De nem csak Magyarországon, hanem így Európában az tört be. Ezért szükségszerűen Európában sincs nagyon sok olyan ember, van néhány nyilván, de nincs sok olyan, aki ismerte volna a korábbi R.E.M.-et, ami egy fél életmű. Az hagyján. A Szabad Európa Rádió volt a nyitó számuk. Hagyján, hogy a Magyarországon állomásozott a Vörös Hadsereg, de Magyarországon állomásozott Bétót László is, így aztán az a maradék esély is elő van, hogy halljátok, mi viszont lejátszunk nektek. Viszont lejátszunk nektek, de most igazából azt fogjuk lejátszani, amit a Geri kért, mert a Geri kedvenc száma következik.